Az ellenzék azt várja Lázár Jánostól, tegyen feljelentést, ha bizonyítéka van arra, hogy az egykori állami gazdaságok menedzsmentjei ellopták a közvagyont. A szocialisták visszautasítják a vádakat, az LMP szerint viszont, ha loptak is, legalább senki sem vesztette el a munkahelyét. Az MSZP elnök helyettese szerint Lázár János nyilvánvalóan tisztában van saját lopásaival, ám a szocialistákra tett megjegyzéseit cáfolta. Ha bizonyítéka van, akkor álljon vele elő, de én úgy gondolom, hogy ezzel velünk kapcsolatban, ha lett volna, akkor nyilván Budai Gyulának ez volt a dolga 4 évig. Semmi, még csak ilyenre való utalás se volt, nem hogy feljelentés vagy bármi. Úgyhogy ezért hallgattam én is nagy érdeklődéssel ezt a mondatot. A Jobbik szerint Lázár János szavai teljes feltáró jellegű beismerő vallomással érnek fel, és látleletet adnak az elmúlt 25 évről is. Egy elég sajátos gengszter logika az, hogy úgy akadályozzuk meg a rablást, vagy úgy akadályozzuk meg a lopást, a vagyon szétlopását, hogy rablást hajtunk végre. Tehát a lopást rablással megelőzni, megakadályozni, úgy hiszem, hogy ezt egy tanult bűnöző is megirigyelné, és neki is komoly fejtörést okozna megfejteni ezt a logikát. Az LMP szerint a lopásnak azért van előnye is, legalább a munkahelyek megmaradtak. Ha az MSZP volt hatalmon, az MSZP-s urak uralták az állami földeket, ha a Fidesz, akkor a Fideszes urak. Erről szól ugye az, hogy most éppen Mezőhegyes privatizációjáról beszélünk, vagy a Piszkos 12 privatizációjáról beszélünk. De akárkik is lopták el a nagy pénzt, a helyi munkahelyek mindig megmaradtak közben. A DK szerint Lázár Jánosnak az ügyészségen kellene folytatni a beismerő vallomását. A Fidesz minden bizonnyal úgy ítéli meg, hogy a lopást nem szabad a menedzsmentre hagyni, sokkal jobb, ha ezt a saját nagy potentát, oligarchái teszik meg, hiszen ezeket a cégeket Nyerges Zsoltnak, Dobozinak és a társaiknak adták el az úgynevezett Piszkos 12 címen. És most minden bizonnyal a földek is ebbe a körbe fognak kerülni. Szerettük volna a Lázár Jánossal gyakran konfliktusba keveredő Tarlós István főpolgármestert is megkérdezni, ám ő a nyugati téri átadási ünnepségről sietősen távozott.